Tolnai Klári 109 éve, 1914. július 17-én született Budapesten, és szintén a fővárosban hunyt el 1998. október 27-én. Kétszeres Kossuth Díjas színésznő, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Bár Tolnai Klári a fővárosban született, a Nógrád megyei Mohora faluban töltötte gyermekkorát a család birtokán. Gyerekkorától kezdve énekelt és zenélt, majd rokona Bókai János szerkesztő bátorítására meghallgatásokon vett részt Rajnai Gábornál, Heltai Jenőnél és Hevesi Sándornál. Gál Béla filmrendező karolta fel, és így filmszínészként indult karrierje a Hunnia filmgyárban. Kipírosítom magamat, a fejemet jó feltartom, de majd valaki belép szeret, oda ki a Dunapartra.